Sziasztok! Ismét szeretnék nektek bemutatni egy Technics készüléket. Ugye ilyen készüléken már több is volt, és nagyon szeretem őket. A szeretet lényege ugye az egyszerűségében rejlik. Ez a Technicsnek egy viszonylagosan alapkészüléke, viszont nagyon stabil strapabíró, T4P hangszedőrendszerrel felszerelt. Ezt különösen szeretem, hiszen nagyon könnyű cserélni egy csavar kicsavarásával. Egyébként korábbi videóimban megnézhetitek ezt, hogy történhet meg. Ugye gyárilag egy központosító adapter van a készülékhez, és nagyon pici, ilyen 1,2-től 1,4 tűnnyomó erővel nyomja a leveszt. Szíjhajtású a készülék, ugye ez maga a tányér, és én amikor nem használom, akkor a gumit sem szoktam ugye a motor tengelyére rárakni, hanem így hagyom, és abból látszik, hogy kiváló a szíja, hogy szépen ugye fölfekszik, tehát nem esik le róla, hanem nagyon szépen passzentosan a tányéron marad. Ugye nagyon egyszerűen utána, itt van egyébként egy kis, ez ilyen design elem, vagy hogy mondjam, ergonómia, mert nagyon sok lemezjátszóval nehéz így megfogni ezt a kis gumiszíjat, de itt mivel van egy ilyen bemélyedés, egész könnyen megfogható, és rárakjuk a motorra, és már hajtja is tulajdonképpen a kar felemelésével. Ugye a kar liftje is nagyon szépen mozdul, nem esik le, hanem szépen nagyon lassan emeli a tűt a lemezre. Túl sok mindent nem szeretnék róla mondani, annyit, hogy tényleg szép állapotban, plexie is, zsanérjai nem törődtek, ugye ezeknél a Technics készülékeknél a zsanér szokott egy gyenge pont lenni, sokszor eltörik, mert ha nem nyomjuk be megfelelően a helyére, akkor ugye könnyen megfeszül, és már le is törik az a kis pöcök. Sőt, még nagyobb ritkaság, hogy ezek a kis gumi kitámasztók is megvannak, bár hát ezek előbb-utóbb úgymond így elnyúlósodnak, de ezen még egész jó állapotban van ez is, nem tudom mennyire látszik. Tényleg annyit tud a készülék, hogy van egy stopgomb, ennek megnyomásával ugye kihozza a tűt a start pozícióba, illetve nyilván a lemez végén is ugyanezt megteszi. Tehát nothing special, mondaná a művelt ír, működik, teszi a dolgát. És egyetlen egy fiaskó van ennél a lemezjátszónál nevezetesen, de hát ezt is látjátok, miért szeretem. Nagyon egyszerű cserélni a tűjét, ugye ez már egy kicsit megfáradt tű, viszont hála jó Istennek nekem régebbről el vannak rakva Technics tűim, ráadásul ez még tűvédős is, tehát látható, hogy új állapotú tű, ritkaság manapság. Ezt nagyon egyszerűen felhelyezzük, mármint ha sikerül, általában azért szokott sikerülni, így van, és ugye egy tűvédővel is rendelkezik, amit a későbbiek során tudunk használni, hogy ha gyermek vagy unoka van, mint nálam a családban, akkor vagy hogyha esetleg takarítás áldozatává akarna esni a készülék, akkor sem tud, mert ezt így ráhelyezzük. Jó, hát tulajdonképpen ennyit tudunk kipróbálni. Most még megnézem a gyári antiszkétinget. Ugye ennél a készüléknél nem kell antiszkétinget állítani, mert ezre az 1,25 g-ra van nagyjából belőve. És hát nézzük meg, hogy akkor tulajdonképpen nagyon szépen megáll a tű, tehát nem mozdul, úgyhogy tényleg az antiskating
jól van beállítva. Úgyhogy nincs más hátra, hogy akkor gyorsan megnézzük a lejátszás közben a készüléket. És egyébként van itt alatt egy Technics erősítő, ami az SADX 850-es típus számot képviseli. Egyébként hajlamos lennék arra is, hogy ezt is esetleg egy ilyen kombóban a lemezjátszóval együtt adom, és akkor így már egy egész komoly hangrendszerrel tud rendelkezni a felhasználó. Ugye több bemenete van, fonó, tép, rádió, CD, DVD, TV, VCR, tehát videórekorder. Tehát gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, és a tuner, a hetedik, ugye a beépített rádió. De most nézzük akkor a fonó álláson. Még nem próbáltam, úgyhogy remélem, hogy szól. Úgy tűnik, hogy működik. Most inkább a másik oldalát hallgattuk meg, mert azt már többször meghallgattam egy másik, egy pár lemezjátszóval, úgyhogy annak a hangját jobban ismerem. Két fa levél, fennmaradt tetején, vígan élt, és egy szép napon, nyár elején, ahol áll a leány, oda néz a legény, ime így indul el a legény. Száz tüzes csók, csúkba száll fenn a fán, és a lány elpirul minden szép szó után. Mikor éjszaka felkel a hold és a szél, összeér csókban a két levél. Még esküvő, így szép sose volt, százmillió neveltek hét napon át, s csupa virág volt a világ, és a két fa levél. Benn a tetején, vígan élt, és egy szép napon, ősz közepén, jött a kőszi lüvén, irigy szél, nagyot fúj, és a kék levél a sárga hull. Nagyot fújt, és
és a két levél a sárba hult. Ez a pár szépen élt, a regény a végéhez ért. Jó, hát nem volt kellemetlen a hangja egyébként. Nekem, mint ha minket nézne az egész világ, ne hamis hangokkal, ne üres szólammal, akkor megtaláljuk a harmóriát. Játszunk együtt, de ne játszunk egymással, tartsuk tiszteletben más művészetét. Együtt kell játszani, nem pedig egymással, tegyük boldogabbá egymás életét. És úgy tűnik, hogy a végigjárás is szépen működik. Tényleg egy egyszerű strapabíró, gyakorlatilag örökdaratnak mondható készülék. Egy remek szórakozást tud nyújtani a Technics kedvelő hasonszűrőknek, mint én. Úgy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Ha tetszett, iratkozzatok fel! És legyen szerencsénk máskor is.